Akkor Vilmos 1892. február 29-én született székely főnemesi családból Semisváron. A boldoggá avatott Apor Vilmos előtt tisztelektek a mosoni templomban, vértanúságának 70. és pappá szentelésének 100. évfordulójára emlékezve ugyanis apori mai évet hirdetett pápai Lajos megyés püspök. Ennek a célja, hogy újra a hívek figyelmét fölhívjuk az ő életpéldájára, és imádkozzunk az ő mielőbbi szentőavatásáért, ezt az eljárás püspök atya elindította Rómában. Az apori év keretében a főrendezvények természetesen Győrben vannak az ő sírjánál, de az ő képét és az aporerekét, amely annak az innek egy darabkája, véres innek egy darabkája, amelyben a szorosz katonák őt agyonlőtték, elviszik, illetve az ereke elzarándokol egyházmegyék minden templomába. Így került Moson-Magyaróvárra, Kapuj Jenő is Apor Vilmost méltatta a prédikációjában. Amikor a háború elérte Győr városát, mindenki befogadott a püspökvár alatt, sok száz méter hosszú pincerendszer van, sok száz leányos asszony menekült. Apor Vilmos 1945-ben a győri ostromnál életét adta azért, hogy több nőt megmentsen, akiket részek katonák akartak meggyalázni. A katonának a mennyezetben ült, a négy golyó helyben is ott van, a püspökvár pincebejáratánál, majd rájött a püspökre, egyről is a fején, egy a kezén, egy a nyomnál kérte. A hívek között volt olyan is, akinek személyes élménye is fűződik Apor Vilmoshoz, egykor ugyanis a püspök bérmálta őt. Lobaskozzárok megkísérték. A templom előtt, Lebény templom előtt volt a bérmálás. Ott álltunk sorba. Arra emlékszem, hogy a bérmálás történt. Utána még velünk ott beszélgetett a templom téren. Majd bevonult a plebániára. Nevét mégis az igazságon üldözöttek védelmében végzett tevékenységével örökítette meg. A véres ing ezekben a napokban eljut az esperesi kerület templomaiba. Ma Hegyes Halomban, holnap Levélen, vasárnap János Somorján, míg 26-án a Magyaróvári Egyházközségben lehet leróni tiszteletünket a mártír főpásztor erekjéje előtt.